különböző módon zajlik a történetírás arról, hogy a Trottel mikor alakult. Az első formációi gyakorlatilag 16 éves koromban kezdtek el koncertezni. Aztán volt föloszlás, a dobos kiszidálása miatt, újjáalakulások, stb. De lehet azt mondani, hogy a rendszerváltás előtt kezdett a zenekar komolyan funkcionálni, mivel akkor jelent meg az első lemezünk Franciaországban. Hát azóta többé-kevésbé folyamatosan zajlik a történet. Meglehetősen szabad felfogásban hangszerek és emberek cserélődnek. Zenei kísérletek zajlanak, és ez különböző formát ad minden alkalommal a zenekarnak. Ez egy olyan folyamat, aminek én szerintem a gyökerét leginkább talán életérzésbe lehet meghatározni. Nem hinném, hogy olyan jellegű zenei gyökerek felismerhetőek, amik a kezdetek óta jelen lennének. Az életérzés alapjában véve a punknak a dinamikája, de ez gyakorlatilag egy zenei dinamikában ez egyfajta kreatív energiaként nyilvánul meg. Túl nagy mozgásterünk még a 80-as évek végén se volt Magyarországon. Ráadásul nekem 88-ig nem volt útlevelem. Aztán amikor lett, akkor beindult a kilométer éjségek kielégítésének a folyamata, ami a mai napig zajlik végül is. Az underground, mint olyan, egész Európában nagyon, nagyon hatékonyan és virágzóan működött. Ebből kifolyólag egy kis zenekarnak nagyon sok lehetősége volt arra, hogy menjen, játszon, ismerkedjen, világot lásson, stb. Ez egyfajta életszemlélet, én azt gondolom. Tehát ha az ember nem úgy közelíti meg a dolgot, hogy egy mainstream, profitorientált, úgymond piacra dolgozó valamit csinál, hanem az, ami belül mozgatja, vagy amit meg akar valósítani, innentől kezdve a megvalósítási lehetőségek a zenétől, a képzőművészeten át, bármi belefér.